Az 1952-ben alakult Dombovári Városi Horgász Egyesület üzemeltetésében álló Tüske Horgásztó partján a Bethlen Gábor kezelő alap pályázatán elnyert 10 millió forintból készült el az a tároló és illemhelyiséget is magába foglaló épület, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át. A Horgász Egyesület igyekszik megragadni a pályázati lehetőségeket a tó és környékének fejlesztésére. A közel 900 taggal bíró szervezet számára fontos, hogy a horgászok számára minden feltétel adott legyen szabadidejük zavartalan eltöltéséhez, mondta el az egyesület elnöke. Egy régi vágya volt az egyesületnek, és az elnökségnek is egy régi ígérete volt. Gyakorlatilag ez egy ilyen szociális helység, illetve egy tároló épület, ami hát biztosítja a kényelmet. Gyakorlatilag a tóhoz egy nagyon nagy terület is tartozik, amit hát rendszeresen karban kell tartanunk. Itt ilyen fűnyíró eszközök, különböző olyan tárgyak kerülnek elhelyezésre, ami a egyesület életét segíti. Hasonló jellegű épületeink kettő található, ugye azon a részen, amit rendszeresen használ a tagság. Mi úgy nevezzük ezt, hogy a felső rész, illetve van egy alsó rész, ahol van egy hasonló képített épületünk, illetve a központban található egy szintén ilyen célt szolgáló mosdó, zuhanyzó, azt egy ilyen napelemes rendszerrel próbáltuk megoldani, pontosabban egy napkollektoros rendszerrel, egy haltisztító, gyakorlatilag ez kiegészítette és teljesítette a használati lehetőségeket. A rendezvényeket igyekezzük inkább ilyen tematikus módon szervezni, tehát vannak gyerekversenyeink, női, felnőtt versenyek, van egy kimondott olyan rendezvényünk, amit gyakorlatilag minden tagnak szánunk, ez az úgynevezett Horgász Expo, ez idén szeptember elején kerül megrendezésre. Itt főzőverseny, horgászverseny, különböző játékok gyerekeknek, tehát nagyon sokféle színes programmal készülünk. Az egyesület jövőbeni fejlesztési tervei között szerepel többek között egy EU igényeknek megfelelő játszótér kialakítása, valamint a tó közepén található átjáró megújítása is. A közösségi épület átadó ünnepségén a Horgász Egyesület elnöke és alelnöke, valamint a város polgármestere Pintér Szilárd vágta át a szalagot. A település vezetője ünnepi beszédében hangsúlyozta, hiánypótló a most elkészült beruházás. Pályázatírás tekintetében támogatjuk őket, illetve a kivitelezés során is. Nyilván a Bethlen Gábor Alapítványhoz beadott pályázaton beruházásra ők megnyerték a 10 millió forintot, ami magában kevés lett volna ez a beruházáshoz, és nyilván néhány kisebb beruházás tekintetében segítettünk nekik. Azt gondolom, ez évekre visszanyúlik ez a jó kapcsolat, és azért azt is szeretném kiemelni, hogy Dombovár életében egy meghatározó és legnagyobb civil szervezet, a Horgász Egyesület, hiszen közel 1000 tagot tömörít Dombováron is és környékéről. Ez az épület, amely ma átadásra került önkormányzati köztisztviselői nap alkalmából, azt gondolom, egy olyan hiányt tölt, amire már réges-rég szükség lett volna, hiszen ez egy minimum egy ekkora egyesületnél és egy ekkora tóparton, hogy ezért kulturális körülmények között lehessen igénybe venni a szociális blokkot. A szociális blokkon túlmenően még egy közösségi tér is kiépítésre került. Remélem, hogy sok ember hasznát fogja szolgálni ez a ma átadott épület. A város önkormányzata erre a napra szervezte meg a köztisztviselők napját. A tóparton kötetlen beszélgetések mellett készültek a bográcsokban az ételek, emellett különböző programok is vártak a dolgozókra. Július 1-én ünnepelte az ország a köztisztviselőket, de mi azt gondoltuk, hogy ez a két hét, amikor az épület elkészül, mi ezt megvárjuk, és hát kicsit önző módon, de mire szerettünk volna az elsők lenni, akik birtokba veszik. És nagyon remélem, hogy kollégáim, akik ma avatják ezt az épületet, és itt együtt eltöltünk 81, remélem egy szép napot. Évek múlva is fognak emlékezni rá, hogy ma itt voltunk, két hét csúszásba ugyan, de megtartottuk a köztisztviselői napot. A társasjátékon, illetve főzésen túlmenően lehetőség nyílik rá, hogy csónakázzanak a tavon. Az egyesület erre biztosított 4 csónakot. Nyilván az azért egy fegyelmezett tevékenység, hiszen azért a víz az veszélyes, de kértem kollégáimat, hogy egyébként a horgásszenvedélyeknek ma éppen hódol embereket sem zavarjuk ezzel. Ezen túl még nagyon fontos, és itt reggel elmondtam, amikor a pálinka kóstolót tartottuk, aki úgy érzi, hogy a megfelelő mennyiségi célzó vizet megitta, az pedig elmehet egy légpusztalövészetre is. A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából Dombovár város önkormányzata elismerte azon dolgozói munkáját, akik az elmúlt egy év folyamán kiemelkedően teljesítettek. Az idejében két dolgozónk kapott elismerést, Halmosi Nóra és Berta Melinda. Ezt a rendelet alapján azok kapták, akik az átlagot meghaladó lelkismeretességgel, szorgalommal végzik a munkájukat. A kiválasztás soha nem nehéz, mert nyilván az ember látja, kik azok, akik kiemelkedően teljesítenek.
polgármester úr a javaslatomat pedig rögtön elfogadta. Az egyik kollega a testületi munkát segíti, a másik pedig a pályázatoknak a kezelésében működik közre. Egyébként a rendelet alapján 3 díjatható egy évben, idejében 2 kollega kapta meg. A város életét szolgáló köztisztviselők egy jó hangulatú napot töltöttek el a Tuske horgásztó partján.